virtuális időutazást. Egy nagyon érdekes, amikor korban, térben, időben, művészi tevékenységben nagyon-nagyon sok korábbi, sok-sok száz évvel ezelőtt információhoz is hozzájutunk. Kifejezetten szeretem, hogy egyediséget, kuriózumokat kapok, olyat, ahogy semmi, olyat, amit sehol nem kapok meg máshol. Hát például kulisszák mögé jutni, hogy látjuk a restaurátorokat, hogy pártolótagként eljutok a Szépművészeti Múzeum román csarnokába, megnézhetem az állványról, meg simogathatom a falat, döbbenetes. A halandó, a földi halandó nem jött be ide, hanem a baráti kör tagja. Azt gondolom, hogy minőségi különbség van abban, hogy az ember egyszerűen csak betéved egy múzeumba, és saját maga körbenéz a kiállító térben, mint hogyha valaki irányítja, vezeti támpontokat, szempontokat ad ahhoz, hogy mit kell nézni, mit vegyen észre, és a baráti kör ebben egy rendkívül magas színvonalú és magas minőségű szolgáltatást nyújt. Én azt látom a baráti kör küldetésének, hogy a múzeumban fellelhető tudást, legyen az a gyűjteményekbe, a műtárgyakban fekvő tudás, vagy magukban a szakemberekben lévő tudás, ezt minél jobban kiaknázzuk és hozzáférhetővé tegyük, hiszen ez az, ami az átlagember számára egy különlegesség, egy benfentesség élményt tud biztosítani. Egyre inkább fontossá válik az, hogy közösséget építsen a múzeum is, tehát maga az intézmény, és ezen belül azt gondolom, hogy a baráti körök erre kifejezetten alkalmasak, hiszen itt többnyire hasonló érdeklődésű körű emberek gyűlnek össze, akik szívesen töltik az idejüket egymás társaságában. Én egy nagyon csúnya szakmából jöttem, ahol a korrupció, ahol az adott szó érvénytelen, nem ér semmit. Itt pedig hömpölygök, lubickolok.